Kedves nézőink, folytatjuk párbeszéd sorozatunkat Platt Ivánnal. Szervusz Iván, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszönöm a kívást! Karácsony előtti héten fog a beszélgetésünk adásba kerülni. Karácsonykor, december 24-én, amikor is ugye a világ egy zsidó kisfiú születésére emlékezik, és ezt azért hangsúlyozom, mert amikor legutoljára találkoztunk, akkor abban maradtunk, hogy többé-kevésbé soha nem lehet eléggé természetesen. Kitárgyaltuk a katolikus egyház és az állam, illetve az egyéb állami szervek, önkormányzatok kapcsolatát. Most beszélünk egy kicsit a zsidókról. Neked vannak emlékeid, vannak érzéseid, vannak gondolataid, és ami a legfontosabb, van véleményed. Köszönöm szépen, igen. Jó és rossz véleményed egyaránt. És ezt, van jó és rossz véleményed és is, igen. Azt szeretném neked elmondani, hogy ne, már bocsánat a kifejezésért, ne gatyózzunk, tehát, hogy ha rossz véleményed van, vagy valamiről kritikus véleményed van, tessék elmondani. Jó, hát örök életemben mindig azt mondtam el, aminek meggyőződésem, sőt, utánajárásból adódóan igaz. Hoffinak volt ugye egy mondása, hogy nem mindegy az, hogy az I betűt elvesszük, vagy nem. Tehát én nem tudok gaz lenni, csak igaz lenni. Egyből adódóan engem nagyon érdekelt akkor, amikor 32 évvel ezelőtt megbíztak, hogy az állam és egyház kapcsolatát új alapokra építve az egyházakkal közösen alakítsuk ki, akkor természetesen a akkori, és ma is azt mondom, hogy történelmi egyház felekezetek képviselőivel együtt, illetve a kisegyházak képviselőivel közösen kell kialakítani a jövőt. És ebben természetesen a zsidóság képviselő is ott volt. Akkor a MIOK képviseletében volt Zoltai Gusztáv, majd később a Mazsisz, majd később Schweitzer Gábor váltotta őt. Schweitzer József. Nem a Gábor, tehát igen. A Józsi bácsi fia. Igen. Ő volt, aki többek közt azt is kezdeményezte, tehát amikor együtt vannak az egyházak, együtt gondolkodnak a jövőről. Itt nem arról van szó, hogy egyik másikat le akarja győzni, vagy meg akarja győzni, stb., hanem arról van szó, hogy a jövőről kell. A saját jövőjük és az állampolgárok szabad vallásszabadságát is garantáló, sőt, azt szolgáló tevékenységről. Ez egészen más, 40 év után, amikor a bezártság, a karanténból ki kell valahogy jönni, de ezt csak közösen lehet kialakítani. Úgy, hogy az egyház szabadsága és önállósága is, és az állampolgárok szabadsága is érvényesüljön. Hát erről volt szó akkor. Én azt csináltam, a munkatársaim, ugye 40 év után mindig azt kell bekalkulálni, hogy nem mindenki tudta, még ha esetleg akarta is volna gyakorolni a hovatartozását. Mindegy, hogy melyik valláshoz volna. Ez egzisztenciális kérdés is lehetett, pláne az értelmiség részéről. És akkor az volt, hogy ismerjük meg Magyarország egy vallási felekezeteit, egyházait, és ezért úgynevezett kihelyezett főosztályi értekezleteket tartottunk közösen az egyházakkal, a munkatársaimmal együtt. Ha jól emlékszem, akkor Schweitzer Gábor azt javasolta, hogy ő azt mondja, hogy menjünk el Szarvasra. És elmentünk Szarvasra. És ott bemutatta az ottani zsidó központnak történetiségét, egyáltalán magát az egész magyarországi zsidóság életét, és így tovább, és benne Szarvas szerepét is. A Péter az egy szenzációs volt, hogy az ott lévő különböző egyházi református, evangélikus, katolikus képviselők, görög katolikus képviselők milyen szenzációsan tudtak együtt beszélgetni a jövőről ott, és annak ismeretében is. Tehát nem mindegy az, hogy a zsidósággal együtt, és ebben a pillanatban eszükben nem juthatott volna mondjuk az antiszemitizmus. De természetesen mindenki arra vigyázott, hogy az ne is kötődjön ő hozzá.
Világos. Vagy hogy tudja valóban tényleg elkerülni az, hogy az emberek ne gondoljanak ilyenekre. De ez mindenki számára fontos kellett, hogy legyen. Hát ezért voltunk együtt. Ezt neveztük mi együtt gondolkodásnak, koncepcionális és egyedi kérdésekben is. Mindenki közösen kialakított, tudta vinni magával, hogy hogyan kell a jövőben tisztességesen az embert szolgálva az állam, egyház, önkormányzat, egyház és egyházak egyházakkal való, tehát mindig az ember volt a központ. Úgyhogy tulajdonképpen én nekem, megmondom őszintén, nagyon jó példáim voltak. Én azt is bevezettem akkor, hogy ahova meghívtak, mondjuk különböző országokba, akkor én természetesen azt csináltam, hogy annak az országnak, a legnagyobb egyházának, magyarországi képviselőt vittem magammal. Tehát természetesen, amikor izraeli vallási miniszter meghívott, akkor Zoltai Gusztávot vittem magammal, mert ő volt akkor a Mazsészak ügyvezető igazgatója, stb. De vittem persze mást is, egy olyan világi embert, aki értett a miniszterelnök hivatalnak gazdasági helyettes államtitkára. Mert miről beszélgettünk? Arról, hogy a 47-es párizsi békeszerződésből adódóan a magyar állam 96-ban milyen feladatok várnak még rá? Milyen kötelezettségei vannak? Így van, és akkor hozta létre a Mazsököt, és ez egy óriási dolog volt az ottani fogadófél részéről, hogy van egy kis ország, amelyik 47 után, 96-ban, a többi még nem is nyúlt hozzá, és az, hogy ezt a példát fogják továbbvinni lengyelek, stb. Tehát nem mindegy az, hogy közösen tudunk jó példát mondani, akár nemzetközileg is, akár. Uh-huh. De ugyanígy, amikor mondjuk Moszkvában voltam, akkor vittem magammal a Magyarországi Ortodox Egyház Berkifeliszt, és természetesen vittem magammal nem véletlenül a Görögkatolikus Egyház képviselőt is. Értem. Azt szeretném tőled megtudni, hogy mennyire volt fontos egy ilyen állam és egyház közötti párbeszédben a személyes jó viszony. Mert azért ugye... Nagyon jó, amit mondasz. Neked személyes nexusod is kellett, hogy legyen az érintett egyházi vezetőkkel. Ez így igaz. Most nagyon érdekes, ugye én 99-ben mentem nyugdíjba. De amit most te kérdezel, a mai napig is ezek megmaradtak, ezek a kapcsolatok. Tehát amikor egy hivatalban lévő ember munkaköri kötelezettségéből adott, meg meggyőződéséből, és ez tulajdonképpen hiteles személyiségek segíti az ő újraélését, akkor ezek baráti kapcsolatokká válnak. Mert végül is a segítés az érdekes, és nem a legyőzés. Nem a meggyőzés, legyőzés, aláfölé rendeltség, mert nagyon fontos volt, hogy a mellé rendelt viszonyból adódóan hogyan lehet közösen szolgálni. Ez az én arcpoétikám. Azért kérdeztem ezt, mert ugye emlegetted Zoltai Gusztáv nevét, áldott legyen az emléke, én nagyon-nagyon kedveltem őt. És nem kell, hogy kulisszatitkokat áruljál el, elárulhat. De nyilvánvalóan, vagy kérdezem én, volt olyan, hogy mondjuk volt egy vitatottnak gondolt eset, és akkor Zoltai Gusztáv fölemelte a telefonját, fölhívta Platt Ivánt, és nem szó szerint idézem, de azt fogta mondani, hogy Ivánkám, ne szórakozzatok már. Biztos, hogy nem ezeket a szavakat használta, ha megtörtént ilyen beszélgetés, ennél csúnyább szavakat is használt annak ide, főleg feszült helyzetben, de hogy voltak ilyenek? Nem. De... Ugye nagyon fontos, Péter, amit mondasz, nekem mindig is a megelőzés, a feszültség világos, megelőzése világos. Volt. A megelőzés pedig tisztességes párbeszédet jelent. Nem kell feszültséget kelteni. Nem feszültség, egy-egy adott helyzetben de mindig kialakul. Természetesen ő neki volt az elején egy olyan kérése, hogy van-e arra lehetőség, hogy a Dohány utcai zsinagóga tetejére, ha esik egy hosszentis hó, és az elkezd olvadni, akkor beszakad, olyan állapotban van. Mondom, Guszti, semmi akadálya, gyere, nézzük meg. És elmentük, és azt mondtam, hogy igazad van, valóban tényleg itt kellene segíteni, mert tudom, hogy nincs nektek
arra lehetőségetek, hogy itt egy több százmilliós védelmet adjatok Európa vagy a világ egyik legszebb zsinagó. Ez egy nemzeti vagyon, tehát érted, itt nem az az érdekes, hogy zsidóság, hanem magyar nemzet. És akkor a magyar állam fellépett. És akkor én azt mondtam neki, hogy jó, akkor vigyük be kormány elé, 200 milliót, és ennek megfelelően így kap. De természetesen ez az úgynevezett címzett támogatás rendszer, ez nem csak a zsidósággal kapcsolatban. Persze, de most róluk beszél. De most csak egy példát hozzá, hogy te nem mindegy, hogy kezeled a dolgot. Világos. Egyházként kezeled, vagy feladatot. Az állampolgárok szolgálók, például a Betesda kórház, ott megkapta a református egyház, rettenetes állapotban volt. Logikus, hogy a kórházak fejlesztése, rekonstrukció, akkor a költségvetésben oda volt a Betesda kórház, 120 millió. Tehát érted, nem egyházba kell gondolkodni. Akkor most szeretnélek megkérni arra, hogy egyrészt is mondjál egy negatív példát, és hogy kritikai hangot is üssél meg, mert arra is szükség van. Nézd! Bátran, nyugodtan! Jó. Mondok természetesen két dolgot, de itt az államnak is példát kell mutatni, nem csak az egyházaknak. Persze. Na most az állam példája az lehet, hogy sokkal többet jelent mások számára is, mint annak a negatív példája. Mert akkor azt hiszi, hogy úgy kell cselekedni, mindenhol. Például, már nyugdíjban voltam 2006-ban, amikor egy kiadó megkeresett engem, hogy szeretne csinálni, hiszen jelenleg az úgynevezett színes magazinok világában nincs vallási ismeretterjesztő magazin. Tudnék ebbe se, tudja, hogy jó a kapcsolatrendszerem, tehát ahogy te mondtad, ebből mondtam neki, hogy jó, nagyon szívesen. Természetesen fölhívtam minden érintett egyházat, hogy egy közös hozzunk létre, és akkor jött létre az úgynevezett Stáció nevezetű színes vallási magazin, 52 oldallal, és egy úgynevezett társadalmi szerkesztő bizottsággal. Minden egyház benne volt. Mindenki hozta magával azt, amit képvisel. Hol van ma Stáció? Tehát ma a Stáció 2010 négy évet élt meg, 4000 példányba ment, és a remitendákat elküldtük a kollégiumokba és a szociális otthonokba, hogy a gyerekek olvassák. Tudni, ez az újság nem sztorikat keresett, hanem mondjuk azt mondom, hogy szakrális terek a zsinagógákban. Ez mindig igaz. Ezt bármikor előveszed, 20 év múlva, és akkor is igaz. Vagy átadták a világ igazak kitüntetteit. Benne van, hogy mit jelent a jádvásár. Világos. Tehát, vagy azt mondom, hogy a kóser étkeztetés, vagy világos. Egyáltalán, vagy 150 éves a Dohány utcai zsinagóga, vagy Dohány utcai zsinagógában milyen koncertek vannak. Tehát Schweitzer Józseftől kezdve rengeteg, világos. Minden, tehát minden labba volt különböző zsinagógák újranyitása, világos. Makói, vagy Szegedi, jó, vagy akkor... és itt, tehát na most ezt az akkori, tehát 2006 és 10 között az akkori kulturális alap támogatta, hát nem nagy összegek, ugye, mert színes lap előállítása nem olcsó. Két havonta jelent az meg, na de ezek mindig igazak voltak. Világos. Akkor most, azt mondd meg és nekem. És sajnos akkor a kiadó elment, kérte az akkori új minisztériumot, minisztert, hogy támogassa továbbra is, megpályázhatna esetleg. És a válasz az volt, hogy nem. Ja. És azóta megszűnt. Tehát ez egy nem jó példa. Ez egy hiány. Ez egy hiány, tudnék, ilyen nincsen. Ja. Vallás ismeretterjesztés. Ez azért érdekes, mert ha ezen keresztül Magyarország színes vallási kultúrjának, sőt világvallások Magyarország megjelenésének hiteles személyétől kapja. Ja. Nézzük akkor most, hogy ez is oké, például az állam... hibázott, mondjuk így. Kár. Nem az én... Jó, nézzük, egy mondat elég, amikor az egyház nem... Tessék kritikát fogalmazni, ha van. Hát sajnos egy közeli példa, amit megmondom őszintén, nem is értettem, mai napig nem értem.
Szeptember 12-én Ferenc pápa itt van, és mielőtt szentmisét celebrálná, előtte találkozik az állami és a különböző magyarországi egyházak képviselőivel, meg a püspöki karral is, a Szépművészeti Múzeumban. És az meghívott, a Erdő Péter bíboros által meghívott magyarországi egyházak két széke üres, az ortodox és a mehik. Emiknek a képviselője. Nem értem. Azért nem értem, tudnék, maga a pápa is példát mutatott mindig is azzal, hogy mikor, kivel, melyik egyházzal benne az ott a rabbik, főrabbikkal való találkozás is. Most eljön Magyarországra. Természetesen egy nagyon szép ajándékot készítettek, amit adtak át, aminek jelképes volt egyáltalán az egész zsidóság életét, szenvedéseit, mindent bemutatóan. Na most, és akkor nincs ott pont az ortodox és egy újabb irányzatnak a képviselője, bojkotálja. Ezt nem lehet magyarázni. Jó. Ez például nem egy biztos, hogy... Ráadásul az az érdekessége, hogy pont az a két felekezet, amelyik az állam által kiemelten kezelt. És amelyik két felekezetet egyébként, amelyik két felekezet igen szívesen találkozik egyéb esetekben a katolikus egyház vezetőivel. Persze. Persze. Jó. Még egy példát azért ott mondjak neked. Merkel azt mondja, amikor Magyarországon van, akkor ő az a programja, hogy elmegy a Dohány utcába. Hogy szeretne találkozni mind az öt zsidó szervezet vezetőivel a Mazsisz székházában. Tehát egy politikus érzi azt, hogy ő nem akarja megosztani a zsidóságot Magyarországon, ő szeretne találkozni mindegyikkel. Mindegy, hogy ki milyen viszonyban vannak egymással, milyen az állam viszonyban, de ő igen. Még egy példa. Tehát lehet jó példát találni. Azt csináljuk, nem most azt csináljuk, hogy nem fogunk több példát mondani. Még egy példát azért mondok neked, mert ez Mazsisz elnöke adta ezt a példát. Amikor a Netanyahu meglátogatta, és Orbán Viktorral együtt, akkor a köszöntő beszédébe minden egyházra érvényes kérdést tett föl a különböző, úgymond, milyen a kapcsolata állammal, stb. Stb. Azt tette föl akkor, 3 évvel ezelőtt, hogy a 72 évvel ezelőtt elkobzott vagyon jogi rendezésével hogyan lehetne rendezni az mindenkori politikától független működést. Nem kapott rá választ. A mai napig nem kapott rá választ. Jó. Már elnézést, hogy ezek... Tehát... Most csináljuk ezt, kedves Iván. Kívánjunk a nézőknek, miután karácsony hetében fogják ezt a beszélgetést látni, kellemes ünnepeket. És hát veled meg, akkor ezek szerint jövőre fog. Jövőre veled ugyanitt, ugye? Így igaz. Mit is lehet mondani? Azt kell mondani, hogy a Hanuka, az advent várakozása, a karácsony eljövetele és egy boldogabb új év reményében kellene, hogy az emberek a megbékélés és a szeretet, tehát vigyék tovább, mindenki a maga lelkiismeretével együtt próbáljon példát mutatni mások számára. Értettem. És beszélgessünk, folytassunk párbeszédet. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy együtt lehetünk. Thank you.